If you're confused by all the cars and everything happening out there. Hogyha összekavar esetleg a sok autó, meg a sok minden, ami történik ott kint. Still our building, we're just having. It's still our building. Ez még mindig a mi épületünk. It's just that a lot is happening here. Csak sok minden történik itt. They will dig up this road and we will not be able to come in except by on foot. Föl fogják ásni itt az utat és csak lábon tudunk majd bejönni. Ez egy kicsit később lesz majd. But the place was rented, the room was rented yesterday and will be rented tomorrow. Tegnap kibérelték ezt a termet, meg majd holnap is egyébként ki lesz bérelve. That's why the chairs are like this. Úgyhogy a székek is azért vannak így most. By the way, it's a good thing to mention. Egyébként azt egy jó dolog említeni. That we are, yeah. So there is a very serious buyer. Van egy, for the building. Egy nagyon komoly szándékú vevő úgy tűnik az épületünkre. Please pray for that. Úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok ezért. Pray for a good price. Imádkozzatok egy jó árért. Pray for the next place. És imádkozzatok a következő helyért, ahova tartozhatnánk. It has been a vision on our hearts for a long time. A szívünkön van egy jó ideje. Like for 8 years or so. 8 éve vagy valami hasonló. To serve the city more. Hogy szolgáljuk a városunkat jobban. More be in the circulation of Budapest. Úgy, hogy jobban a Budapest vérkeringésében legyünk. So you know, that's the whole idea behind the Úgy, moving. Úgyhogy ez az egész gondolat a költözés mögött. So please pray for that. Úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok and, ezért. We will definitely need your help. És biztosan szükségünk lesz a segítségetekre. In the whole thing. Az egész dologban. All right, so amazing job for the worship elképesztő ministry. Dicsőítés, köszönjük. Thank you and the amplification also. És a hangosítós csapatnak is köszönjük. I'm sure it wasn't easy. Biztos vagyok benne, hogy nem volt egyszerű. All right, so let's just pray. Úgyhogy csak imádkozzunk. And this is gonna be like a different. I'm not sure how the message will go. És nem tudom, hogy fog menni az üzenet, de. But it's gonna be different. That's for sure. Más lesz. That's for sure. I don't know if good or bad, but different. Nem tudom, hogy jó vagy rossz lesz, de más lesz. But let's pray. De imádkozzunk. Lord, we just thank you that. Atyán, köszönjük neked. You have given us your word. Hogy te szavadat adtad nekünk. And thank you. És köszönjük. That with you. Hogy veled. We can go to a different place. Mehetünk egy másik helyre. Than where we would be naturally. Mint a Tomás helyre, mint ahol amúgy lennénk. And we thank you, Lord, that our natural direction, köszönjük, hogy a természeti irányunk, our natural attitudes, a természetes hozzáállásunk, our natural approaches, a természetes megközelítésünk, are not all we have. Az nem minden, amink van. Lord, that we have more in you. Hogy van ennél többünk benned. We praise you. És imádunk téged. We thank you. És hálásak vagyunk neked. In Jesus name, Jézus nevében imádkozunk, hogy áld meg ezt az üzenetet. Tedd ezt hasznossá mindannyiunk számára. Építs fel a szívünket. És vezess minket a te akaratodban. Köszönjük, hogy neked van egy terved ezzel. Jézus nevében. Amen. So, just we had a good conversation in my office with, actually I think it was with Louise. Az irodában volt egy nagyon jó beszélgetésünk, azt hiszem, hogy Louisa. And we were talking about approaches to life. És az élet megközelítéseinek a módjairól beszéltünk. And I just want to speak about this. És erről szeretnék beszélni egy kicsit. And please follow me. És csak kérlek, hogy kövessetek. And at the end. És a végén. I hope it's going to be really useful. Remélem, hogy ez igazán hasznos lesz. But approaches to life. Szóval az élet megközelítése. What do I mean by that? Mit értünk ez alatt? Okay, like how do we handle situations? Hogyan kezelünk helyzeteket? How do we solve problems? Hogyan oldunk meg problémákat? How do we deal with or cope with things that we cannot solve, cannot change? Hogyan bánunk dolgokkal, amiket nem tudunk se megoldani, se megélni? In you know, different people. Különböző emberek. Give different answers. Más és más választ adnak erre. Questions. Ezekre a kérdésekre. And this is really what we're talking about. És ez az, amiről beszélünk. How do I see things? Hogyan látom a dolgokat? Do I look at Csaba this way or that way? Így nézek Csabára, vagy úgy, vagy amúgy? How do I interpret? Hogyan értelmezem? Not just how I see, but how do I interpret? Nem csak, hogy hogyan látom, de hogyan értelmezem? How do I interpret his thoughts? Hogyan értelmezem az ő gondolatait, az ő szavait és a viselkedését? That we are in. És az abban a helyzetben, amiben and vagyunk. How do I find solutions? És hogyan találom meg a megoldásokat? What is it? És mi az? And each, like, you know, people have, you know,
like each approaches, és mindegyik megközelítés, it has strengths, nek van erőssége, and problems meg gyengesége, and, problémái. And let me just use, yeah, let's just do it like this. És csak csináljuk ezt így. We're going to use three people. Három embert fogunk használni. I hope they will be able to stand through the whole thing. És remélem, hogy végig tudnak majd állni itt. All right, let's see. I need someone for the logical guy. A logikus ember számára van egy van egy szükség. Which one of you? Melyik kötök lesz a logikus ember? Okay, so Józsi, come. Józsi. There is one vote for you. You're the logical guy. Volt egy szavazás, úgyhogy te vagy a logikus ember. So the logical guy, okay. Úgyhogy a logikus ember. Okay, so what is this like? És ez milyen? Okay, so the positive thing is. A pozitív dolog. When I have a logical approach to life. Amikor egy logikus megközelítésem van az élettel kapcsolatban. Then it's, then you have a very good very good eye for seeing through things. Akkor egy nagyon jó szemünk van arra, hogy átlássunk a dolgokat. To see from the beginning to the end. Hogy a kezdettől a végig lássuk a dolgokat. All the bits and pieces, az összes darabkát és részt mindegyik világos. There is no gray areas, nincs just black szürke and terület, white. Csak fekete meg fehér. Things are clear. A dolgok világosak. Categories, vannak kategóriák, and there are categories, és aztán vannak kategóriák, and there is more and more. És vannak még kategóriák. And clear answers, és világos válaszok, clear explanations, világos magyarázatok, an orderly world, és egy rendszerezett világ, maximum efficiency, a maximális hatékonyság, and maximum force also, és probably. A maximális erő is hozzá. All right, now, this sounds great. Ez jól hangzik. But it has its weaknesses also. De vannak gyengeségei is. All right, so there was a guy in 2 Samuel 16. 2 Samuel 16-ban volt egy srác. And he wasn't at all like Józsi. És nem igazán volt olyan, mint a Józsi. So Józsi is a bad picture, but I just úgyhogy wanted to use Józsi someone. Rossz képe neki, de valakit akartam használni. So this is, I think it's here. Yeah, so the guy's name is Akitófel. Akitófel a neve. And it says about him in 2 Samuel 16:23. És 2 Samuel 16:23-ban azt mondja. It says now the counsel of Achitophel, which he counseled in those days, was as if a man had inquired at the oracle of God. So was all the counsel of Achitophel, both with David and with Absalom. És Achitophel tanácsát, melyet adott abban az időben, úgy tekintették, mintha Isten szavát kérdezték volna. Így tekintette Achitophel minden tanácsát, Dávid is és Absalom is. So this guy, úgyhogy ez a srác, he was amazing. Ő elképesztő volt, nagyon logikus volt, átlátott dolgokon, how to do things. Hogyan kell csinálni dolgokat. So Absalom, úgyhogy Absalom takes over the kingdom, átveszi a királyságot, and he asks Achitophel what to do. És megkérdezi Achitophelt, hogy hát mit csináljuk. And Achitophel is logical. És Achitophel logikus. Extrém. He's extremely szélsőséges, logical. Szélsőségesen logikus. And he couldn't care less about, considerations like people or moral constraints. És az emberek vagy ilyen erkölcsi korlátok egyáltalán nem érdeklik. These things are below him, Ezek alatta vannak. He's better than these. Ő ezeknél jobb. So what is his advice? Úgyhogy mi az ő tanácsa? Public humiliation. Nyilvános megszégyenítés. Okay, let's humiliate David. Jó, hát szégyenítsük meg Dávidot. Go in and have sex with his wives. Absalom, in front of the whole kingdom. Menj be és az összes feleségével legyen szexuális kapcsolatod, az egész nép látta szemed átára. Csak hogy úgy világosan. If it's killing David, ha ez megöli Dávidot, if it's time to kill David, vagy hogyha itt az ideje, hogy megöljük Dávidot, akkor Achitófel azt mondja, I'll take care of it personally. Hát ezt megoldom személyesen. Just send me. Csak küldj engem. But is this person strong? De erőse ez az ember? And the answer is of course not. És hát a válasz nyilvánvalóan nem. I mean, he's a human being. Mert hogy ugye egy emberről van szó. So obviously he's not úgyhogy strong. Nyilván nem erős. And what happens is, és ami történik, his advice is not followed. Hogy az ő tanácsát nem követ. So 1 Samuel 17. Úgyhogy 1 Samuel 17. Verse 23. When Achitophel saw that his advice had not been followed, he saddled his donkey and set out for his house in his hometown. 2 Samuel, szerintem 17:23. Amikor látta Achitophel, hogy tanácsát nem hajtották végre, megnyergelte Samarát, fölkelt és hazament a városába. He put his house in order. Majd elrendezte háza népének a dolgát. And then he hanged himself. Azután felakasztotta magát. So 2 Samuel, sorry. Úgyhogy 2 Samuel. Yeah, so
So this is amazing. Úgyhogy ez elképesztő. He's great in seeing through things. Hogy ő nagyszerű abban, hogy átlát a dolgokon. But he has a problem. Viszont van egy problémája. He can become abstract. Hogy abstrakt, elvont tud lenni. He can be totally involved in his logical thing and nothing else. Teljesen bele tud gabajodni a saját kis logikus világába. He can become humanly distant. És emberileg távoli tud lenni. He can become theoretical. És elméletivé tud válni. And he can become high-minded. És ilyen nagyon kis peckessé tud válni. Okay, so that's one. Úgyhogy ez az egyik dolog. Logikus. Okay, some people. Néhány ember itt are like that. Ilyen. Maybe not without a heart like Ahitófel. Lehet, but more like with you. Lehet, you hogy know, nem egy olyan szívvel, like mint Ahitófel, hanem inkább mint Józsié. You know, with a heart. Egy olyan szívvel. And but. De. You can have that approach to life. De lehet, hogy ilyen az okay. élethez való megközelítésed. Yeah, let's use a woman. Let's have Hajnal. Egy hölgyet, kérjük Hajnalt, hogyha felfáradna. So there is another one. Itt van egy másik megközelítés. The pragmatic. A gyakorlati. Gyakorlatias. Yeah, so it's like this. Úgyhogy ez így I'm néz just ki. Gonna use you. Yeah, so stand next to Józsi. Kérlek, állj Józsi mellé. Yeah. I hope they will be useful in a moment. Remélem, hogy ez hasznos lesz majd a végén. Okay, so she says. Úgyhogy ő azt mondja. Well, there is something to take care of. Hogy hát itt van valami, amiről gondoskodni kellene. So let's do it. Úgyhogy akkor tegyük. Let's not waste time talking so much, planning so much. Ne vesztegessük az időt azzal, hogy csak dumálunk meg tervezünk, hanem csak menjünk és csináljuk. Let's just go at it. Menjünk és csináljuk. I mean, it has to be done, right? Úgy értem, hát meg kell csinálni, nem? So let's do it. Úgyhogy akkor csináljuk. And this is like Martha. És ez olyan, mint Márta. That's why I wanted to use it. Ezért is szeretem volna Hajnalt használni. So Luke 10:40. Lukács 10:40. But Martha was cumbered about with much serving. Márta a szolgálattal volt nagyon elfoglalva. And she came to Jesus. És odament Jézushoz. And she said. És azt mondta. Lord, do you not care? Uram, te nem törődsz? That my sister had left me to serve alone. Az, ahogy a nővérem meg egyedül hagyott, hogy szolgálja. Tell her to help me. Mondd már meg neki, hogy segítsen. Okay, I mean she's right. Úgy értem, hát igaza van. Mártának igaza van. It does have to be done. Tényleg meg kellene csinálni things, ezeket a dolgokat. You have to care for things. Tényleg vannak dolgok, amikkel törődni kell. And these people do take care of things. És ezek az emberek tényleg gondoskodnak dolgokról, meg lehet bízni bennük. Things will not be in disarray. Az emberek, a dolgok nem lesznek rendetlenek utána. The job will be done. A feladat el lesz végezve. But there is a problem. Viszont van egy probléma. Their work, hogy az ő munkájuk, it is a never-ending work. Egy soha véget nem érő munka. Because they are fighting the law of entropy. Mert az entrópia törvénye ellen harcolnak. If you don't know about the law of entropy, hogyha nem ismeritek az entrópia törvényét esetleg, go into a teenager's room. Akkor menjetek egy tinédzser szobájába. And then you will know what I'm talking about. És egyből fogjátok érteni, mire gondolok. But the point is, de a lényeg, the things will never be enough in order so that she can rest. Hogy a dolgok soha nem lesznek elég rendezettek ahhoz, hogy meg tudjon pihenni. That means it's doing, and then some more doing. Hogy csinálni, és aztán még csinálni. And they can get tired. És ebbe bele tudnak fáradni. They can lose their joy. El tudják veszíteni az örömüket. And beyond. És még ezen is túl. They can miss out on having depth in life. Elmulaszthatják azt, hogy legyen mélység az életükben. Maybe they will never have deep roots. Lehet, hogy soha nem lesz mély gyökerük. With people. Az emberekkel. Okay. This is what happened with Martha. Ez történt Mártával is. Jesus said to her. Jézus azt mondta neki. In Luke 10:41. Lukács 10:41-ben. Martha. Hogy Márta. You're careful and troubled about with many things. Nagyon sok mindennel törődsz. Okay. That this is your life and this is a problem. Ez az életed és ez egyébként probléma. This person is trustworthy. Ez a személy megbízható. Like if I wanted to entrust my, you know, I don't know, my business to someone, it would be her. Úgy értem, ha az üzletem szeretném rábízni valakire, akkor az ő but lenne. They may run dry and angry after de a while. Lehet, hogy kiszáradnak és mérgesek lesznek egy idő után. All right, Louise, you chose this one, so you will be the emotional one. Louise, te választottad ezt, úgyhogy te leszel az érzelmi. Okay, so the emotional approach to az life. Az érzelmi okay. megközelítése az életnek. Okay, emotional, you know. Úgyhogy érzelmi. So you know, this person. Ez az ember. Can find joy in simple things. Ez egyszerű dolgokban is örömet talál. They can, you know, he can really experience things. És tényleg meg tud tapasztalni dolgokat. You know, they deeply impressed with one thing and then with another. Egy dolog mély hatást tud rá tenni, és aztán egy másik dolog is. Life is colorful. Az élet színes. It's deep, has és many mély, details. És nagyon sok részlete van. Enjoys life, there is no question élvezi about it. Élvezi az életet, nincs kérdés. And may have intuition. Van times when others can't see through bizonyos esetekben intuitív van is, vagy vannak intuíciói, amiket másnak nincs.
Okay, so like the women. Úgyhogy mint a hölgyek. So like the women in Luke 23. Mint a hölgyek Lukács 23. 23-ban. You know, the last verse. Az utolsó versben. They prepare the spices for Jesus's you know, to anoint Jesus's body. Elkészítik a keneteket, hogy ugye megkenjék Jézus testét. And they are going out there. És mennek oda. And they are gonna anoint Jesus. És szeretnék megkenni Jézus testét. But there is an issue. De hát van itt egy probléma. You know, they go there, but oda mennek, de they can't open the tomb. Hát nem tudják kinyitni a sírt. And you know, why are you still going? De akkor meg miért indulnak well, el, ugye? We love him. De hát mert szeretjük azért, és ezt akarjuk tenni. Okay, and this can happen. És ez megtörténhet. Like this person, hogy ez a személy, you know, may have a life that is like a roller coaster. Lehet, hogy egy olyan élete van, mint egy ilyen hullámvasút. Okay, Song of Solomon 5:3, I think. Énekeke 5:3. You know, she says. Azt mondja. Another woman, sorry, Louise. Egy másik nő, bocsi, Louise. Sorry, Louise. You know, it's she says, I cannot come. Hogy nem jöhetek. Which just means I don't feel like coming, so ami I'm not gonna jelenti, come. Hogy hát nem érzem, hogy úgy kéne jönnöm, szóval nem jövök. I just don't feel like coming, nem, so nem, I'm not nem érzem come. Úgy, úgyhogy nem. Or like, okay, here is a guy. Na jó, itt van egy srác. You know, Exodus 4. 2 Mózes 4. Either verse 17 or 19. Vagy 17 vagy 19. Moses says. Mózes pedig azt mondja. God just sent someone else. Hogy Istenem, küldj valaki mást. Like he is just emotionally unwilling. Érzelmileg nem hajlandó. And this can happen. És ez megtörténhet. You know, like their friendships. A barátságai. It can be like that roller coaster. Ugyanilyen hullámvasútszerű. Awesome, nagyon-nagyon jó, nagyon jó, aztán nagyon their rossz. Job, their family a munkájuk, life, a családi their életük, work. Az a munkájuk. Yeah. And then they can get this, like, first they are excited about something and then they are very disappointed. Először izgatottak valami felől, aztán nagyon ki vannak ábrándulva. And they can really exhaust others and themselves as well. Jó rendesen le tudják meríteni saját magukat is, meg másokat is. And they can, you know, they can get lost in just seeking emotional satisfaction. És el tudnak veszni abban, hogy érzelmi megelégedést keresnek. In Psalms 4, negyedik Zsoltár, verse 6, 6 it says, azt mondja, who will show us good? Hogy kicsoda láttat velünk jót. Yeah, like please just like my emotions csak I need to. Valaki az érzelmeim stimulated. Szükségem van, so stimulálja. Have a lot of fun around this person. Úgyhogy jó buli az ember körül lenni sokszor. Mostly. Javarészt. And sometimes there are dark days and dark times. De amikor meg sötétség van, meg sötét idő, akkor possibly they can be disillusioned. És egyébként ők ki is tudnak ábrándulni nagyon. They may be depressed or unstable. Depressziósak vagy instabilak is tudnak so lenni. I'm sure you're happy that úgyhogy I told you biztos guys vagyok benne, hogy ide felhívtalak, hogy biztos vagyok benne, hogy örültök, hogy ide felhívtalak titeket. So what will the Lord do? Úgyhogy mit fog tenni az Úr? The Lord says. Az Úr azt mondja. Well, I like these ones. Hogy hát én szeretem az ilyeneket. I don't call those ones. Azokat meg nem hívom el. Well, no, not really. Nem igazán. John 12. János 12. Verse 32. It says, if I be lifted up from the earth. Azt mondja, hogy ha 12:32. If I will be lifted up from the earth. Én pedig ha felemeltetem a földről. Then I will call all men. Mindeneket magamhoz vonzok, mindenkit. Every kind. Mindenfélét. Doesn't matter which approach you have nem to life. Nem számít, hogy milyen az élethez való megközelítésed. I will call all men. Minden embereket hívni fogok. This brings fogok. In an issue. És ez egy problémát vet fel. Well, God has called them all into the church. Isten mindegyiküket elhívta gyülekezetbe, a logikust, the pragmatic, a gyakorlatias, and the emotional. És az érzelmit is. And now they're looking at each other. Most egymásra néznek. And they are saying. És azt mondják. Someone made a mistake here. Valaki itt nagyon elszúrt valamit. This is not, you know, like how do I deal with them? Hogy bánjak velük? How can I deal with the other two? Hogy tudnék a másik kettővel elbánni? Hát ez vicc. Hát amiről beszélsz? I mean, this is like, yeah, let's talk about tényleg. That in a moment. Na, hát csak beszéljünk erről majd egy pár perc múlva. Actually, de I figured it out. De igazából rájöttem. I figured it out. Rájöttem. Let's have a logical church. Tegyük föl, van egy logikus gyülekezetünk. Let's have a logical church. Legyen, ja, ez a megoldás, legyen logikus gyülekezet. And then the next corner, let's have an emotional church. A másik sarokban legyen egy érzelmi gyülekezet. And then the next street corner, let's have a pragmatic church. Az utca másik végén meg legyen egy gyakorlatias gyülekezet. Okay, so that's it. Úgyhogy ennyi.
The logical church, a logikus gyülekezet, they will write theology books, teológiai könyveket ír, and their church services will generally be hard to distinguish from a university lecture or funeral. És az Isten tiszteleteiket nehéz lesz megkülönböztetni egy egyetemi órától vagy egy temetéstől. Okay, and actually the Ephesian church did this, right? Igazából az efézusi gyülekezet valami hasonlót csinált. In Revelation 2:4, Jelenések 2:4-ben Jesus says to them, Jézus azt mondja nekik, you know, you know, hey, love, guys, love. Szeretet, srácok, wake up, szeretet, wake up, ébredjetek love, föl. Okay, they did this. Ezt tették. Okay, then, which one are you losing? Emotional. Okay, all right. Then the emotional church. Aztán az érzelmi gyülekezet. You're just standing so still. You don't look like emotional. Olyan lazán. Okay, that's better. Yeah, thank you. So the emotional church. Szóval az érzelmi gyülekezet. They will have great worship service. Nagyszerű dicsőítő alkalmaik lesznek. And they will have random doctrine. És random tanjaik lesznek. Okay, they will just have random doctrines for anything anyone saw on YouTube. It's okay. Véletlenszerű tanokat bárki bármit a YouTube-on talált. They will never tear up. What? No, who gave you that note? Oh, they will never tear up a Scientology sose fognak egy szientológiai könyvet széttépni. Probably good, you know. Talán jó, hát nem. They actually don't care. Igazából nem is érdekli őket, ha jó érzés. Okay. And then the pragmatic church. Aztán a gyakorlatias gyülekezet. They will have the whole church running just beautiful. Az egész gyülekezet gyönyörűen fog üzemelni. So good that they don't even need God's help at all. Annyira gyönyörűen, hogy Istenre nem is lesz szükség a segítségére. So this is a good plan, right? Úgyhogy ez egy gyönyörű terv. And actually. És igazából. Okay, so there are a lot of believers. Van sok hívő. Who don't care so much about church. Nem annyira érdekel a gyülekezet. Like they don't care to go, they don't care to be committed. Nem érdekli őket annyira, hogy elmenjenek, vagy odaszánják magukat, vagy azt mondják, hogy ide tartozom, hogy lefektetem az életem és, vagy hogy itt fogok szolgálni, vagy hogy itt fogok elfogadni. Sok hívő egyszerűen csak nem törődik ezzel. De azok, akik meg igen, sokan egy ilyesmi gyülekezetet fognak választani. Jó, hát én ilyen vagyok, mint te. Én gyakorlatias vagyok. Vagy én érzelmi yeah, vagyok. This is it. Let's igen, have fun. Ez az. Have fun, you know, like, this is great. Ez nagyszerű. Or, you know. Vagy egy ilyet. Or, you know. You know, let's have the, and that's how they choose a church. És így fognak gyülekezetet választani. De. But God. De Isten. But God. Isten. You know, actually. Did the scary thing for Isten all of us. De Isten az ijesztő dolgot csinálta, számukra ijesztőt. You know, it's because there is a weakness in that other picture. Mert van egy gyengeség ebben az előbbi képben. Each of our approaches to life have weaknesses. Mindegyikünk megközelítésének van valami gyengesége. And also. És ugyanakkor. Well, actually, each of us have a certain pride in looking at each other. Mindegyikünknek van valami büszkeség abban, ahogy a másikra nézünk. Okay, so actually, like the logical guy. A logikus. Looks at the pragmatic one. Ránéz a gyakorlatiasra. And what does he think in his pride? Mit gondol az ő büszkeségében? Ah, what a useful idiot. Hát milyen hasznos idióta, nem? Okay, like she will do what she has to. Megcsinálja, amit kell but neki. De she's not on the level where de I am. Nincs azon a szinten, mint én nyilván. Right? Nem? Okay. He looks at this one. Aztán ránéz itt a mellette. And he thinks. És azt gondolja. Madman. Hogy őrült. Madman, you know, crazy. This is like nuts. Ez őrület. This just cannot be right. Ez nem lehet jó. Blind madman, you know. Vak és őrült. They don't see life as it is. Nem is látják az életet úgy, ahogy kellene. Ez egy vicc. About? Miről beszélnek egyáltalán? Okay, then, but actually, you know. The other, you know, in our pride. De a büszkeségünkben. We are not better with any of the other ones. Semmiben nem vagyunk jobbak, mint a többiek. You know, like the pragmatic one. A gyakorlatias személy. We'll look at the emotional. Ránéz az érzelmire. And look at the logical one. Meg a logikusra. And we'll say this one is impractical. Hogy hát ez nem hasznos, nem praktikus. Impractical. Nem hasznos. And then he doesn't live in reality. A másik meg nem él a valóságban. And the emotional one looks at them. Aztán az érzelmi is rájuk néz. Says, és azt mondja, oh, this is you are just so cold. Annyira hidegek vagytok. You are so shallow. Olyannyira felszínesek. Yeah, a másik the other one is so shallow. A másik this is so cold and that is felszínes. So in our pride, úgyhogy a büszkeségünkben, we each have those,
You know, like we can look at each other. Mindannyian nézhetünk így egymásra. And we can look at the Bible like that. És aztán nézhetünk a Bibliára is. So you give them a Bible. Adsz nekik egy Bibliát. Okay, and then this guy. És ez a srác. He will turn to Romans 6:11. Róma 6:12-höz, 11-hez lapoz, és azt mondja. Yes, count yourselves dead. Igen, számítsátok halottnak magatokat. It's logical, guys. Ez logikus, srácok. What is your problem? Mi a baj? Just, you know, it's logical. Ennyi, logikus. So then that guy. Aztán az érzelmi. Then that guy will say. Megnézi ezt a verset. Romans 5:5. Ja, egy Róma 5:5-öt nézi meg. Oh, the love of God has been poured out into our hearts. Isten szeretete kiöntetett a szívünkbe. Igen. Jaj, de jó. Okay, and then she will say. És aztán a gyakorlatilag személy pedig. Well, Romans 13:1. Mondja, hogy Róma 13:1. Submit to the higher authority. Hogy vessétek alá magatokat a magasabb tekintélynek. It's practical, okay? Ez gyakorlati. That's what the Bible is. Ez a Biblia. But what if? De mi van akkor? God meant. Ha Isten úgy értette. The whole Bible to this guy. Egész Biblia szól egész srácnak. The whole Bible to this guy. Az egész Biblia neki is. And the whole Bible to this girl. És az egész Biblia neki is. What if? Mi van all of akkor, it was written to all of them. Hogyha az egész Biblia mindannyiunknak iratott? Mi van, ha a teljes Biblia mindannyiunknak iratott? Well, I think it's like that. Ez szerintem ez amúgy így van. But de it's easy to become, you know, it's very easy to become like a critic or a censor. Könnyű kritikussá vagy ilyen kis vizsgálóvá válni. And to say no. És azt mondani, nem. No. Nem. I don't. Én nem. That part is not for me. Az a rész az nem nekem szól. Éneke. Uff. You know, that's like az emotions. Érzelmek, júj. You know, it's like, you know, and or like Romans. Vagy a római levél. Oh man, it's like just so dry. Ez annyira száraz. Or you can go on. Vagy mehetsz ugye így tovább a listán. Értitek, hogy mire gondolok, hogy példabeszédek. It's just shallow and pragmatic. Felszínes és gyakorlatias. It's ridiculous. What are you nevetséges, miről beszéltek egyáltalán? But no, the whole Bible. De nem, mert az egész Biblia mindannyiunknak szól. Not just church. És nem csak, this is not just church. Ez nem csak a gyülekezetben van. We have this problem elsewhere. Máshol is van ez a problémánk. A házasságban, a családban, sometimes néha a husband looks at the wife, egy férj ránéz a feleségre, és azt mondja, what is your problem? Hogy mi a te bajod? What is your problem? Mi a te you're bajod? Not living in reality. Nem a valóságban élsz, vagy the wife is looking at vagy a feleség the husband néz a férjre, és azt mondja, so shallow. Te annyira felszínes vagy. Or you know, these categories, ezek a kategóriák, because we have this problem, mert van ez a problémánk, that we have a certain approach to life, hogy van egy bizonyos megközelítésünk az élethez, and that's how things are, és így működnek a dolgok. And sometimes kids, néha gyerekek, they cannot relate to their parents, or parents cannot relate to their kids. A gyerekek nem tudnak kapcsolódni a szüleikhez, vagy a szüleik a gyerekekhez. And they cannot connect right. És egyszerűen csak nem tudnak jól kapcsolódni. And the way, you know, the way they look at each other, és a mód, ahogy egymásra néznek, there is very little understanding, abban nagyon pici megértés van. Mainly disdain, inkább ilyen lenézés, and even a lack of patience, és a türelemnek a hiánya, and sometimes just ridicule, meg néha egyszerűen csak a gúny, igen. Yeah, they're just ridicule. Ez csak nevetséges. And now I'm going to tell you the worst part. És most a legrosszabb részt fogom okay. elmondani. I don't know. Have you categorized already yourself? Nem tudom, hogy magadat betetted-e már valamelyik kategóriába. Logikus, emotional, érzelmi, pragmatic, gyakorlati. Have you done it already? Nem tudom, hogy ezt már megtetted-e. There are very few people. Nagyon kevés ember van. Who is like extremely one or the other. Aki szélsőségesen csak az egyik. It's more like. Inkább. You have a little Józsi, a van little egy kicsi Louis, Józsi, egy kicsi Louis, meg egy kicsi Hajna. Okay, you have a little guy of each in you. Van egy kicsi ember mindegyikből belőled, ami egyébként nagyszerű. Because sometimes. Mert néha. I can be here and judge them. Lehetek itt és megítélem őket. Sometimes I can be here and néha judge those. Néha itt vagyok és a két szélsőt ítélem. Néha meg them. Itt és a másik kettőt. And I have a problem with everyone. És aztán mindenkivel bajom lesz ilyen módon. You know, and this is great. És ez nagyon nagyszerű. So why did I say all that? Miért is mondom ezt? Okay, for a very simple purpose. Egy nagyon egyszerű ok miatt. That God wants to say to them. Hogy Isten azt akarja mondani nekik. That you need to go higher. Hogy szükséged van arra, hogy magasabbra menj. You need to go higher. Szükséged van arra, hogy magasabbra menj. You need to go higher. Szükséged van rá, hogy magasabbra törj. Okay. How does that happen? És ez hogy történik? Okay. Peter was Peter kind of like the
Kind of like Louis. Péter inkább Louis. Okay, volt, like emotional. Az érzelmi oldalon. He just, you know, he just said what came and mondta, wasn't jött, thinking whether it's nem okay gondolkozott, hanem vagy jó elmondani vagy nem. He just said it. Nem csak mondta. You know, and that's it. És ennyi. And then God says to him. Aztán Isten meg azt mondja neki. In Matthew 16:17, Máté 16:17-ben Jesus says, Jézus azt mondja, flesh and blood did not reveal this to you, hogy nem test but my Father who is in heaven, hogy nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. And Jesus was saying, és Jézus azt mondta, Peter, Péter, that's it. Ennyi, ez az. That's it. Ez az. My spirit's revelation. Az én szellemem kijelentése. It's a higher thing. Ez egy magasabb dolog. Okay. And this is like how we are. És így vagyunk mi is. This is how we can be. Így lehetünk mi is. And this is a very important point in our lives. Nagyon fontos pont az életünkben. I don't know if you have found it. Nem tudom, hogy megtaláltad-e már. I hope you did. Remélem, I hogy hope igen. You had. Remélem, hogy már igen. And if not. És hogyha nem. And this is a prayer topic. Akkor ez egy ima téma. And learn to exercise yourself in it. Kérlek, hogy tanuld, gyakorold magad ebben. Philippians 3:3 says about us. Filippi 3:3 azt mondja rólunk. We are the circumcision. Mert mi vagyunk a körülmetéltek. And listen now. És figyelj. We who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Akik lélekben szolgálunk Istennek és Krisztus Jézusban dicsekszünk és nem a testben bizakodunk. Okay, it says worship in the Spirit of God. Azt mondja, hogy hogy szellemben szolgálunk, az angolban imádatról beszél. We worship. Tehát imádunk. We worship. Imádunk. Okay, in worship. Az imádatban. We go above these. Alá megyünk ezeknek. No, above. Ja, bocsánat, fölé. These. Fölé like megyünk ezeknek. Worship, az imádatban. It's changed. Ez másképp van. Okay, am I still the same way? Ugyanolyan vagyok-e még mindig? Well, the default setting, yes. Alapvetően igen. I am still a logical or an emotional or a pragmatic person. Még mindig egy érzelmi, okay, vagy logikus, vagy egy gyakorlatias ember vagyok. Worship in my heart. De az, hogy imádat van a szívemben és az életemben. And these words. És ezek a szavak. These amazing words. Ezek az elképesztő szavak. Worship by the Spirit. Hogy akik szellemben szolgálunk, a glory in Christ, Istennek és Krisztus Jézusban dicsekszünk, no confidence in the flesh. És nem a testben bizakodunk. Okay, how do I go to this place? Okay, hát hogyan kerülök erre a helyre? The answer is, a válasz az az, by it's through the cross only. Hogy a kereszten keresztül. All right, because, mert worship means, az imádat azt jelenti, that I take off my eyes from myself, right? Hogy leveszem a szememet magamról. That's why nem? It's important. Ezért fontos. That's why the worship service is so important. Ezért annyira fontos a dicsőítő alkalom az Isten tiszteletünkön. For me to take off my eyes from myself. Mert számomra, hogy levegyem a szememet saját magamról, segítségre van szükségem. És ez segít nekem. És Szabolcs segít, meg Pásztor Zoli is, meg Dávid, meg bárki is. You know, Tina the other day. Tina valamelyik nap segítenek and, nekünk. And that's important for us. És ez fontos but számunkra. I'm not just talking about singing. De nem csak az éneklésről beszélek. Right, but every time. De minden alkalommal, when I take my eyes off of myself, amikor leveszem a szememet magamról, and I look onto Jesus, és Jézusra tekintek, and I recognize his value, és felismerem az ő értékét. All right, this is intelligent. Ez intelligens. It is also emotional. Ez érzelmi is. And it's actually very practical. És igazából nagyon gyakorlati. Because it heals my soul. Mert meggyógyítja a lelkem. I don't know if you know that. Nem tudom, hogy ezt tudod-e, de az imádat heals your soul. Meggyógyítja a lelkedet. Okay. It's logical, ez teljesen it's logikus, ez teljesen intelligens dolog, tehát hogy figyelsz, onto the greatest value, nézel a legnagyobb értékre, onto Jesus. Jézusra. Okay, people go to a museum, az emberek elmennek egy múzeumba, to see a whatever century Ming vase, you azért, know? Hogy akármelyik century, vagy egy században a Mingek? A Ming dinasztiának valami vázája. You know, to look at it. Hogy you know, megnézzék. And they look at it, you know, they're like, ooh. És ott vannak, hogy hű. És azt próbálna hozzányúlni, de ez nem szabad, mert drága, értékes. You know, it's so old, it's és so annyira beautiful. Régi, annyira szép. That's nothing. És hogy ez semmi. We look on to Jesus. Jézusra nézünk. He's amazing. És ez elképesztő. And that's
you know, that's intelligent. És ez egy intelligens dolog is egyébként. Of course. Nyilván. Because I appreciate his value. Mert értékelem az ő értékét, és tűnődöm az ő természetén, hogy ő kicsoda számomra. And also, absolutely who he is. És abszolút értékben is, hogy ő kicsoda. Okay, and then it's emotional. Of course it's emotional. És aztán ez egy érzelmi dolog is. It is beautiful. Persze, hogy az, mert ez gyönyörű, és érzelem, élvezem a jelenlétét. My soul. És meg is gyógyítja a lelkemet. God says, úgyhogy Isten azt mondja, you need to go above, hogy fölé kell, hogy menj. But only in worship can you do ezeknek, that. De ezt csak a dicsőítésben tudod megtenni. Only when you worship God. Csak amikor imádod Istent. Yeah, it's only when you worship God. Csak amikor Istent imádod. And then you are lifted beyond. És aztán ezen felül lesz emelve, mert különben my logic is huge. A logikám óriási. And these people are small. És ezek az emberek meg kicsik. And God is small actually. És Isten is kicsi egyébként meg. But when I come up here, de amikor ide jövök, through the cross, a kereszten keresztül, I look away from myself, és elnézek magamról, and I am enjoying God, és élvezem Istent. Then God is great. Akkor Isten nagyszerű. And my logic, és a logikám, yeah, I'm sure it's useful for something. Ja, biztos, hogy hasznos egy pár dologra. If nothing else, I know how to change the toilet paper. Ha semmi másra, a WC papírt ki tudom cserélni. You know, my logic is great, okay? Úgyhogy a logika az egy jó dolog, de annyira nem érdekel. I enjoy his presence. Élvezem a jelenlétét. And then I enjoy their presence also. És aztán élvezem az ő jelenlétüket is. And that's like, that's awesome. És ez nagyszerű. Okay. So going above in worship. Úgyhogy fölé menni ezeknek imádatban. And then. És aztán. And then what happens is. Aztán ami történik. God says, Isten azt mondja, you need to come, hogy kell, hogy eljöjjetek, together, kell, hogy összejöjjetek, in love, szeretetben. You need to come together in love, kell, hogy szeretetben összejöjjetek. Okay, and that's, okay. How many times do you even, okay? How many times do you hear? Hányszor hallod azt? You know, love is the solution. Hogy a szeretet a megoldás. Even in the world. Még a világban is. You know, they adopt our terminology because they like it, because they don't know what it is, but they adopt it. Átveszik a mi szavainkat, noha fogalmuk sincs, mit jelentenek, de átveszik. You know, these days in the world they speak about unconditional love. Manapság a világban a feltétel nélküli szeretetről beszélnek. Like, you know, which is a Christian thing. Ami egy keresztény dolog. Because, but anyways. Na mindegy. But anyways, they, you know, like they say, let's love one another. Mondják, hogy jaj, hát szeressük egymást. Let's love one another. Szeressük egymást. Well, that sounds great. Ez nagyon jó hangzik. Let me tell you something. De hagyd mondjam el. Without going to that higher plane, anélkül, hogy erre a magasabb helyre mennél, you can't. Anélkül lehetetlen. It won't work. Nem fog működni. Will not happen. Nem fog megtörténni. Without passing through the cross, anélkül, hogy a kereszten átmenj, without worship in your heart, anélkül, hogy a szívedben imádnál, you cannot love nem that other person. Tudsz szeretni mást. It's just not going to happen. Csak egyszerűen nem oh, fog megtörténni. De lehetsz annyira logikus, amennyire szeretnél. Lehetsz gyakorlatilag, amennyire csak szeretnél. Érzelmi is lehetsz, amennyire csak szeretnél. It's not going to happen. De egyszerűen csak nem fog megtörténni. No, you won't come together in love. Nem fogtok összejönni it's szeretetben. Not happen. Nem fog megtörténni. Colossians 1:4. Paul praises the church. Pál dicséri a gyülekezetet. And he says, és azt mondja, I have heard of your faith in Christ Jesus. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről. And this is talking about going to that higher plane. És ez erről beszél, hogy erre magasabb helyre elmentek. Faith in Christ Jesus. Hitben Jézus Krisztusban. And of the love which you have to all the saints. És a bennetek levő minden szent iránti szeretetről. The love you have for all the saints. A szeretet, ami minden szent iránt van. Oh, wait a minute. Bennetek. Na, várjunk egy kicsit. You mean not just the pragmatic ones? Úgy értem, hogy nem csak a gyakorlatiasakat szeretjük. You mean not just the logical ones? Nem csak a logikusakat. I mean, you know, like this guy is useless. De miért? Hát ez a középső, ez haszontalan. I mean, he is useless. Úgy értem, tényleg. I mean, he's excited. Izgatott. Tomorrow we have to, you know, we have to like, you know, we have to do CPR on him just de to wake up. De holnap you know? Újraélesztést kell rajta végeznünk, csak ahhoz, hogy felébredjen. You know, it's like he's just emotional. You értem, know, it's like this. Fent lent. But love. De hát a szeretet. Doesn't look like that. Nem doesn't evaluate néz, like that. És nem így értékel. It's a different story. Ez egy másik történet. It's a different story. Ez egy másik történet. 1 Peter 2:22, I think. 1 Péter talán 22. 2:22, I think. 2:22. It says, seeing that you have purified your souls, hogy in obeying the truth. Megtisztítottátok lelketeket az igazságnak engedelmeskedve. And it says unto unfeigned love of the brethren.
képmutatás nélkül való szeretetre. Yeah, towards the brethren. A testvérek and iránt. And then it says, see. És azt mondja, hogy nézzétek. That you love one another fervently. Figyeljetek rá, hogy szeressétek egymást hevesen. Fervently. Yeah, buzgóan. That's it. Fervently. Buzgóan. Like with heat, like really. Hevesen. Okay, so forrón, you look to your right. Úgyhogy nézz jobbra. You see a logical person. Látsz egy logikus embert. You look to your left. Nézz balra. You see a pragmatic látsz person. Látsz egy gyakorlati embert. Which means that you're the emotional one. Azt jelenti, hogy te vagy az érzelmi valaki. So what are you gonna do with them? Úgyhogy akkor mit fogsz kezdeni velük? Oh, try to love them. Jaj, hát próbáljuk szeretni őket. Próbáljuk, munkálkodjunk keményen, izzadjunk nagy cseppekben. No, that's not gonna work. Nem, hát ez így nem fog működni. In your heart, in my heart. Legyen imádat a szívedben és az enyémben is. És aztán, I can love. Aztán tudok szeretni. És nem fog érdekelni a másik. Well, at least it doesn't bother me. Legalábbis nem fog zavarni. And this is what God has given us. És ezt adta nekünk Isten. So going above in worship. Úgyhogy fölé menni imádatban. Coming together in love. Összejönni szeretetben. And then finally. És aztán végül. The last one. Az utolsó. Finding joy together. Megtalálni az örömöt együtt. In ministering. A szolgálatban. A szolgálásban. This is the church. Ez a gyülekezet. Okay, these things are the church. Ezek a dolgok a gyülekezet. Okay, if I am not finding this. Hogyha ezt nem találom meg. If I don't find the worship. Ha nem találom meg az imádatot. Then I will have not found the church. Akkor nem találtam meg a gyülekezetet. Then maybe I'm pragmatically doing the things. Lehet, hogy gyakorlatilag teszem a dolgokat, mint amit mindenki más maybe is tesz. It's logical and I like the logic of it. Lehet, hogy logikus és tetszik a logikája. A little bit of emotion in it and I enjoy that. Lehet, hogy van egy kicsi érzelem is benne és az is tetszik. And then it's great. That's my experience. És nagyszerű, ez a tapasztalatom. But I'm missing. De elmulasztok mindent. Actually, igazából everything. Mindent. Because on that level, mert azon a szinten, it's not what God has planned for us. Ez nem az, amit Isten tervezett számunkra. Okay, but I just want to read Ephesians 2. Efézus 2-t szeretném elolvasni. From verse 12. 12. versből. Okay, it describes kind of this situation that at that time, erről a helyzetről beszél, abban az időben, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve és az ígéret szövetségétől idegenek. Okay, so this is how we used to be. Úgyhogy így voltunk. You know, far from each other. Egymástól távol. And then the next verse. És aztán a következő vers. But now in Christ Jesus. Most pedig Krisztus Jézusban. You who were sometimes afar off. Ti, akik egykor távol voltatok. Are made nigh by the blood of Christ. Közeliekké lettetek Krisztus vére által. Okay. And then it says because he is our peace. Mert ő a mi békességünk. Who has made both one. Aki a kettőt egyé tette, and hath broken down the middle wall of partition between us. És ledöntötte a válaszfalat. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man. Az ellenségeskedést az ő testében, a tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. One new man. Önmagában egy új emberré. So making peace. És így hozott békességet. Okay, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross. Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által. Having slain the enmity thereby. Megölve azon az ellenségeskedést. And came and preached peace to you which were afar off and to them that were nigh. Eljött és békességet hirdetett nektek a távolvalóknak és békességet a közelvalóknak. For through him we both have access by one spirit unto the Father. Mert általa van utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Okay, now look to your right and your left. Nézz jobbra és balra. Think about yourself. Gondolkozz magadról. And think of this verse. És tűnődj ezen a versen. Verse 19. 19. vers. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, but fellow citizens with the saints, hanem a szentek polgártársai, and of the household of God, és az Isten háza népe. Okay, that's what we're talking about. Erről beszélünk. That, that's the third point. Ez a harmadik pontunk. Well, the whole point actually. Igazából az egész lényeg ez. That in Ephesians 4:11 and 12 and 13, 4, 11, 12, 13, 14.
God has given. Azt mondja, hogy Isten adott. Some as apostles, néhányakat apostolokul, néhányakat pásztorokul, some as teachers, néhányakat tanárul, you know, all these things. És mindenféle ilyennek. And different people, different gifts. Különböző emberek, különböző ajándékokkal. All for the edifying of the body. Mindegyik a Krisztus testének az építésére. Naturally. Természetszerűleg. I'm an idiot. Egy idióta vagyok. So I look at the other one. Úgyhogy ránézek a másikra, and I say, és azt mondom, too emotional to be my friend. Túl érzelmi ahhoz, hogy a barátom legyen, vagy túl logikus, or just too pragmatic, vagy csak túl gyakorlatias, vagy túl felszínes. He's just unreal, too cold. Túl hideg. I don't know, he's something. Nem tudom, valami. And then that's it. És aztán ennyi. God says, Isten meg azt mondja, hogy valami mást készítettem számodra, awesome, valami nagyszerűt, and I want you, és szeretném, to find it, hogyha megtalálnád, and learn, és megtanulnád, learn to worship, és megtanulnál imádni, in the Bible, a Bibliában, in songs, in your heart, énekekben, a szívedben, learn humility, és tanulj alázatot, what it means to look away from ourselves, hogy mit jelent, hogy eltekintünk magunkról, and to look unto Christ, és hogy Krisztusra nézünk, find him, és megtaláljuk őt, and go to a different level of life, menjünk az élet egy másik szintjére, and to experience church there, és tapasztaljuk meg a gyülekezetet ott, so going above in worship, úgyhogy menjünk fölé imádatban, coming together in love, jöjjünk össze szeretetben, and finding joy in ministry, és találjuk meg a szeretete, az örömet a szolgálatban. This is our message. Ez az üzenetünk. This has been our message. Ez volt az üzenetünk. This has been our message for a very long time. Nagyon régóta. And this is a very very key thing for our lives. Ez egy kulcs dolog az életünkben. Without this, enélkül, you know, I will not find, nem fogom megtalálni a valóságát of what God has for me, annak, amit Isten tartogat számomra a Krisztus testében. And I will actually, és igazából eventually be lonely, előbb-utóbb egyedül leszek, and that's a magányos, és ez nagyon rossz. Thank you very much. Köszönöm szépen. Give them an applause. Yeah. Tapsoljuk meg őket. Yeah. Our heroes today. Yeah, let's pray. Imádkozzunk. So Lord, are we living in those categories? Hogy vajon élünk ezekben a kategóriákban? Are we limited to those approaches? Le vagyunk-e korlátozva ezekre a hozzáállásokra? Are we looking at each other like that? Így nézünk-e vajon egymásra? Situations. A helyzetekre. Life. Az életre. Lord, in our hearts. Urunk, a szívünkben. We desire more. Többre vágyunk. We desire you. Rád vágyunk. We desire to find the place. Arra vágyunk, hogy megtaláljuk a helyet. Where there is actually love. Ahol igazából szeretet van. And there is joy. És ahol öröm van. And there is ministry. És ahol szolgálat van. This is what we seek and desire and wish for. Ez az, amit keresünk, amire vágyunk. Yes, God. Igen, Urunk. We pray right now. Csak imádkozunk most. And in your heart. És a szívedben. If you desire this. Hogyha ezt erre vágysz. If you want to go beyond those categories. Ha szeretnél ezeken a kategóriákon túlmenni. Those approaches. És ezeken a hozzáállásokon. Then just as everyone's praying. Akkor csak amint mindannyian imádkozunk. Just raise your hand. Csak emeld fel a kezed. And say, God. És mondd azt, hogy Istenem, hívő vagyok. I have been a believer. Régóta hívő vagyok. I want to learn more. És szeretnék többet tanulni. I want to go beyond. És szeretnék felülmenni ezen. I don't want to listen to those little guys in my heart. És nem akarok ezekre a kis srácokra hallgatni a szívemben. Judging others. Akik másokat ítélgetnek. One way or another. Egy vagy másik módon. Seeing their faults and shortcomings. Hogy mindenkinek a hibáját, meg a gyengeségét látja meg. Lord, I need more than that. Urunk, többre van szükségünk ennél. I want to find you. Szeretnénk megtalálni Teach téged. Me to worship. Taníts engem, hogy az imádatra. Teach me to love. Taníts engem a szeretetre. And give me joy. És adj nekem örömet. Yes. Igen, Urunk. Thank you, kérjük, köszönjük. If you're not a believer here today, nem vagy hívő ma este itt, then I would like to offer this possibility for you. Csak szeretném ezt a lehetőséget felajánlani neked, vagy hogyha interneten nézel, you're not a believer, és nem vagy még hívő, higgy Krisztusban. Everybody can say nice words, mindenki mondhat szép szavakat, but only Christ can save, de csak Krisztus tud megmenteni. Only Christ can give you a new heart, csak Krisztus adhat neked egy új szívet, egy új elmét, new direction, egy új irányt, new life, egy új életet. Just say in your heart, csak mondd a szívedben. To Jesus right now. Mondd Jézusnak most. In your heart. A szívedben. The silence of your heart. Say to him. A szíved csendességében. Jesus. Jézus. I need you. Szükségem van rád. I desire you. És rád vágyom. I want to know a God. Szeretnék ismerni egy Istent. Who loves me so much. Aki szeret engem nagyon.
who loves me so much that he died for me on the cross. Annyira szeret engem, hogy meghalt értem a kereszten. Jesus, I want to know you. Jézus, szeretnélek megismerni. I believe in you. I trust you. Hiszek benned, bízok benned. Come into my life. Gyere az életembe. Save me. Válts meg. Jesus. Jézus. Give me a new life. Adj nekem egy új életet. Yes, we thank you, Lord. Urunk, köszönjük. And if you made that decision, és hogyha meghoztad ezt a döntést, Jesus, hogyha Jézust kéred in your heart to a szívedben, your savior, hogy a te megváltód legyen, then this is a new start for akkor ez egy új kezdet a számodra, és Isten egy új munkát kezd el az életedben. Salvation is not a process. Az üdvösség az nem egy folyamat, it's a point in az egy pillanat az időben, decision a döntés in your heart, a szívedben, and God responds to that decision. És Isten válasza erre a döntésre. And he does the work. Az, hogy ő teszi a munkáját. If you said that prayer, és hogyha elmondtad ezt az imád, then God has given you a new beginning, akkor Isten egy új kezdetet adott neked, egy új életet. And as everyone's praying, és amint mindannyian imádkozunk, could you just, if you made that decision, hogyha meghoztad ezt a döntést, akkor tedd fel kérlek so a kezed egy pillanatra, hogy, hogy láthassuk. You're watching on the net, send hogyha interneten hallgatsz minket, akkor küldj egy e-mailt. Van-e itt valaki ma este, aki először hozta meg ezt a döntést? All right. We thank you, Lord. Okay. Köszönjük, Urunk. We love you, Lord. Szeretünk, Urunk. You're awesome. Nagyszerű vagy. Amen. Amen. Please.